február 22-én ünnepeljük 2017 óta a Magyar Parasport napját. 1970. február 22-én ugyanis ezen a napon alakult meg a mozgásgátoltak Halasi Olivér Sportklubja a Mozgásjavító Intézmény falai között. Tavaly közel 500 oktatási intézmény kapcsolódott be a Magyar Parasport napjának programjába, és rendezett február 22-én érzékenyítő interaktív osztályfőnöki órát, rendhagyó testnevelés órát. Idén sajnos a pandémiás helyzet átírta a tervezett programokat, de a Magyar Parasport képviselői a média segítségével most is igyekeztek bemutatni a parasportolók világát, életét, küzdelmeit, sikereit, példaértékű tevékenységüket. Újbuda különösen büszke lehet parasportolóira, hiszen Tauber Zoltán hazánk első paralimpiai bajnoka a 11. kerület lakója volt. Sajnos nemrég hunyt el ez a nagyszerű sportlegenda, de Arlói Zsófia paralimpikon segítségével, aki nemrég szerződött a Budai 11 sportegyesülethez, elsőként róla emlékezünk. Az első dolog, ami eszembe jut róla, az a névjegykártyája, amin az volt, hogy Tauber Zoltán életművész, és azt gondolom, hogy ez az, ami a legjobban jellemzi őt. Amikor lementem életem első edzésére a Halasi Olivér Sportklubba, akkor vele játszottam életem első mérkőzését, akkor még 21-es szettek voltak. Kaptam tőle 15 pont előnyt, és kikaptam 16-ra, úgyhogy adtam neki egy csúszát. Esélyem nem volt, de annyira inspiráló volt, annyira életigenlő, és annyira azt sugározta minden mozdulatával, meg szavával, hogy úgy tökéletes a világ, ahogy van, hogy valami fantasztikus ember volt. Arlói Zsófia legszebb eredménye a riói olimpián megszerzett 5. helyezés. A genetikai rendellenességgel született paralimpikon karrierje egészen érdekesen indult. Nem én választottam a pingpongot, hanem a pingpong választott engem, mert édesapámmal játszottunk egy játszótéren, és odajött egy későbbi csapattársam, Géci Jani, aki sajnos már nincs köztünk, és ő mondta, hogy van egy lehetőség, és lehet egy paraegyesületben pingpongozni. Én egyébként nagyon kis nyitottan le is zártam ezt a beszélgetést azzal, hogy nekem ehhez nincs kedvem, köszönöm szépen, és befejeztem az első kezdődő karrieremet. Aztán édesapám megkérdezte, hogy miért nincs, és nem tudtam rá válaszolni. Aztán lementem az első edzésre, és ott ragadtam. Akkor ezek szerint ön is gyerekként azok közé, a gyerekek közé tartozott, akiket érzékenyíteni kellett arra, hogy működik a parasport, és szép sikereket lehet elérni. Jöttek a sikerek is később. Mire lehet büszke most Arlói Zsófia? A legbüszkébb a riói paralimpiai 5. helyemre vagyok, illetve arra, ahogyan oda kijutottam. Ott volt egy mindent eldöntő verseny Costa Ricában, ahol jól kellett ahhoz szerepelnem, hogy kijussak. És akkor épp egy komoly sérülésből jöttem vissza, szóval azt hiszem, hogy ez mindannyiunk számára egy nagyon embert próbáló időszak volt. Arra nagyon büszke vagyok, hogy ezt megcsináltuk. Osváth Richárd kerekesszékes vívóval már többször találkozhattak az Újbuda televízió nézői. Richárd épp sportolóként kezdte pályáját, de sérülése miatt abba kellett volna hagyni a sportolói karrierjét. Az élet az ő döntését igazolta, nagy sikerekkel tette teljesebbé életét azzal, hogy nem hagyott fel a versenysporttal, és paralimpikon vált belőle. Szerettem volna még vívni, de nem tudtam, ugye a lábom miatt akadályozó voltam, és a kerekesszékes vívásra úgy tekintettem, mint egy lehetőségre, amit ki kell használjak, és meg kell mutassam, hogy igenis még tudok értékes eredményeket elérni, újra lehet önbizalmam, és értékes emberét válhatok a társadalomba. Nagyon sokan megismernek bennünket, ezt hála a médiának, hogy többet szereplünk, és igazából akkor lenne nagyon jó, ha mindenki megismerné a parasportot magát, vagy valamilyen sportágat is, például, hogyha valaki beülne hozzánk kerekesszékbe vívni, és akkor meglátná, hogy azért nem csak ilyen tingli-tangli edzéseket végzünk, hanem igenis komoly felkészülés van, és igen, is megküzdünk, megharcolunk egymásra a páston, vagy a világversenyeken. Úgyhogy jó irányba halad az egész, de még mindig van mit csiszolni. Nekem az a tapasztalatom, hogy egyre inkább nézik, és egyre népszerűbb. Nekem óriási élmény volt Rióban a paralimpián azt látni, hogy egy csomó olyan sportág
játékkal találkozhattam, amivel normál esetben nem, ugye, ha én versenyzem, akkor az csak pingpong. De nagyon sok olyan visszajelzést kapok, vagy kaptam akkor is, meg azóta is, hogy képzeld, láttam a téli paralimpiát, képzeld, láttam Rióban, képzeld, láttam csörgőlabdát, képzeld, vaktávolugrást láttam. Azt gondolom, hogy egyre nagyobb népszerűsége van, és ennek én nagyon-nagyon örülök. A Magyar Paralimpiai Bizottságnak a Lélekmozgató programja az ugye pontosan azt próbálja a gyerekek körében is népszerűsíteni ezt a sportot, ezt a tevékenységet. Részt vette ilyen eseményeken, hogyan látja ezt a lélekmozgató programot, mennyire eredményes a gyerekek körében? Nagyon szeretem ezeket, és amikor csak lehet, részt veszek rajtuk, az egyik szívem csücske igazából. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy már kisgyerekkorban tudatosítsuk, hogy vannak olyan gyerekek, felnőttek emberek, akik valamiért mások, és nagyon fontos azt tudatosítani, hogy az, hogy valaki fogyatékkal él, az nem azt jelenti, hogy ő vesztes. És egyébként nagyon érdekes azt megtapasztalni, hogy ha mondjuk elmegyek egy ilyen rendezvényre, és mondjuk tesi órát tartunk, ahol mondjuk nem használhatják valamelyik végtagjukat, hogy ezt egy kicsit szimbolizáljuk, akkor sem az az első dolog, ami eszükbe jut, hogyha meglátnak mondjuk egy mesében egy kerekesszékes gyereket, hogy ő kerekesszékes, hanem hogy gyerek és boldog és játszik. Nagyon hasznosaknak tartom ezeket az órákat. Ugye a gyerekek nagyon befogadóak, ők soha nem nézték azt, legalábbis én úgy vettem észre, hogy milyen testi fogyatékkal érkezem én oda be hozzájuk a sportcsarnokba vagy az iskolai tanterembe, hanem azt nézik az embert, aki előttük áll, és amilyen élményeket elmesél, hogy mit tudnak ők abból magukba szippantani. Úgyhogy én nagyon támogatom ezeket az online órákat. Ha tudok, akkor mindig elmegyek iskolákba, szívesen beszélek arról, hogy hogyan lettem én kerekesszékes vívó, milyen élményeket éltem meg, és mit is adott nekem a parasport igazából. Úgyhogy én nagyon pozitívan látom ezt a dolgot, hogy igenis ott kell lennünk a gyerekek közt, látniuk kell minket, és még jobban el tudnak majd fogadni. Lévai Petra paratriatlon versenyző Európa-bajnokságot is nyert, most első olimpiájára készül. Életének hatalmas lendületet adott, hogy a végtag hiányos gyermekekért alapítvány segítette már gyermekkorától kezdve abban, hogy megszeresse a sportolást. Ma már ő vezeti az újbudai székhelyű alapítványt. 2 éves koromban a szüleim elvittek az úszodába. Igazából ennek a célja egyébként az volt, hogy az esetleges gerincferdülést vagy a végtaghiányomból várható deformitásokat ellensúlyozza a sport, az úszás. A végtaghiányos embereknek az úszás rendkívül előnyös. Egyrészt azért is fontos, mert ugye kiegyensúlyozza a deformitásokat, a gerincferdülést, stb. Másrészt én azt is gondolom, hogy az úszodában nem lehet eltakarni semmit. Ott igazán szembesülni kell az embernek a saját testével, és szerintem ez egy nagyon fontos mozzanata ennek. Mit kapott ön a parasporttól, ezektől az elmúlt évektől? Tényleg egész életemben sportoltam, kisebb kihagyással élsportoltam, a hobbi sportot még nem próbáltam, de majd ezt is ki fogom próbálni. Egyébként nekem azt tudom mondani, hogy rengeteg barátot adott, az talán a legfontosabb, de a sport által tanultam meg azt is, hogy a végsőkig kell küzdeni a céljainkért, és ugye befektetett munka megtérül, úgyhogy szerintem ezek ilyen nagyon fontos alapigazságok. Talán akár még sablonosnak is hangzik, de én azt gondolom, hogyha az ember ezt komolyan gondolja, vagy szívből így érzi, akkor nem az. Újbuda önkormányzata is folyamatosan azon dolgozik, hogy számtalan területen biztosítsa az esélyegyenlőséget a fogyatékkal élőknek, érzékenyítő programokkal pedig a gyerekeket, de a felnőtteket is igyekeznek rávezetni arra, hogyan kell az épp embereknek elfogadniuk a fogyatékkal élők másságát, miként segíthetik életüket. Nagyon fontosnak tartjuk egyébként az esélyegyenlőséget, és ezt Újbudán ugye épp azért is lényeges, mert nekünk külön esélyegyenlőségi munkatársunk is van, aki direkt ezzel a témával foglalkozik. Egyik ilyen nagyon-nagyon jelentős rendezvényünk, amit sajnos ugye tavaly a járvány miatt nem tudtunk megtartani, az december környéken, a december 3-ához kapcsolódóan a fogyatékkal élők világnapjával kapcsolatosan szerettük volna megrendezni a Jobb velünk a világ világnyitók rendezvényt.
versenyünket, ahol például negyedikesek, iskolások, akik mindenféle fogyatékkal élőkkel, vagy olyan mondjuk úgy Down alapítványosokkal tudnak találkozni, akiknek kicsit nem nehezebb az életük, és ezt szeretnék, hogyha ez igazából természetes lenne, ez az elfogadás természetes lenne, és de közben azért tudjuk, hogy kérdések is merülnek fel a kicsikben, hogy mégis szeretnék megtudni, hogy mi történik, és miért alakult ez így. Ugye ilyen fontos ez a Parasport napja, ugye február 22-én, de tavaly egyébként még megtudtuk a járvány kitörése előtt tartani. Csatlakoztak hozzá óvodáink, és a speciális érzékenyítő programokat tartottak, akár előadásokat, akár pedig gyakorlatban kipróbálhatták azokat a nem minden sportot, de legalábbis az olyan sportot, ami a parasportolóknak egyébként napjaikat élik ebben. Például ugye az ülő kosárlabdát, az, hogy a kerekészékesek például hogy tudnak kosárlabdázni. Ilyen különböző sportokat, és ez fontos, hiszen az ő életük, amikor ezt megtapasztalják, hazaviszik a szülőkhöz, beszélgetnek velük, felteszik a kérdésüket, és ez ezáltal ugye a szülők is ugyanúgy benne vannak ebbe az érzékenyítésbe, és fölhívjuk a figyelmet, hogy igenis vannak olyan emberek, akik itt vannak velünk, és együtt élnek velünk. Tudom, hogy ez most minden sportolótól gyilkos dolog megkérdezni, de mit lehet most tudni, mikor lesz a következő paralimpia, hogyan készülnek föl? Hát a jelenlegi tervek szerint augusztus végén, szeptember elején lesz idén a paralimpia. Nekem előtte van még egy nagyon komoly mérföldkövem, egy szlovéniai verseny, amit épp a napokban halasztottak el áprilisról júniusra, ami egyrészt azt jelenti, hogy van plusz 2 hónapom arra, hogy beépítsem azokat, amit szeretnék, másrészt azt, hogy újabb 2 hónapot kell várni arra, hogy kiderüljön, hogy ott lehetek-e. Lelkileg hogyan viselik ezeket a csúsztatásokat, hogy bizonytalan minden? Nagyon nehéz, de azt gondolom, hogy sportolóként az a feladatom, meg feladatunk, hogy a lehető legjobban alkalmazkodjunk. A pingpongasztalnál is azt gondolom, hogy nagyon meghatározó az, hogy hogyan tudunk reagálni arra, ami az asztal túloldalán történik. Kicsit ez olyan, mintha az asztal túloldalán történne valami, amire reagálnunk kell, és ezt szerint kell folytatnunk. Én még nem vagyok paralimpikon, de nagyon szeretnék. Ez lesz azt remélem az én paralimpiám, a tokiói paralimpia. Ez egy ugye különleges ciklus, különleges év, 5 évet várunk most az újabb olimpiára. Tavaly február óta nem volt versenyünk, elég nehéz időszakon vagyunk túl, és még nem tudjuk, hogy mikor lesz ennek a vége. Májusban lenne Európa-bajnokság Egerben, arra készülünk, aztán utána talán még egy világkupa, és utána a paralimpia a fő versenyszám, vagy a fő versenyünk. Próbálunk lépésről lépésre haladni, de most már jó lenne látni tényleg az alagút, a fényt az alagút végén, hogy igenis már elindulunk egy versenyre, ott vagyunk, össze tudjuk mérni azt, hogy az elvégzett munka az idén és a tavaly, hogy milyen is volt. Reméljük, hogy most már eljutunk egy versenyre is, és ott tudunk újra figyelni arra, hogy mit kell még változtatni, vagy amit jól csinálunk, akkor azt még tovább erőltetni és tovább dolgozni rajta. Ja. Folyamatosan edzünk, a motiváció az ingadozik, hol van, hol nincs, hol tártunk egy nagy üresség reggelente, amikor felkelek, de ugyanúgy vannak felkészülések, és azok az apró sikerélmények, nem is apró, nagy sikerélmények hiányoznak, amit a verseny tudna adni egy dobogós helyezéssel, vagy egy jó vívással. Hát ezen kell most túllendülni.